Sziasztok, Bisz vagyok, és folytatjuk tovább a Far Cry 4-et, méghozzá a szokásos napi adaggal, elmondom, miről maradtatok le. Csináltam Willisnek egy küldetést, kiderült, hogy seggfej, Pagamin kezére juttatott, és találkoztunk Yumával, aki egy ázsiai punk kisasszony, és nagyon jól néz ki, nekem nagyon bejön így külsőleg. Nekem tetszenek ezek a típusú lányok, minden esetre Amitával is fűztük a kapcsolatot, és egy hidat felrobbantottunk, legalábbis elfoglaltunk pontosabban. Amint látjátok, pontosan ott vagyok, ami azt jelenti, hogy átkelhetünk Észak-Kájrátra, úgyhogy ez lesz a mai rész, felfedezzük Észak-Kájrátot, valami eszméletlen király lesz, úgyhogy vágjunk is bele. Először is menjünk Amitához, és valami normális, hát, ami még működő gépjárművet szerezzünk. Valahol csak van itt valami. Látjátok, ezt a kis bunkert kellett szétrobbantani. És elfoglaltuk a hidat. Úgyhogy mehetünk is. Amit a megyek már, bár a Yuma jobban tetszik, de az már mellékes. Jó. Erre megyünk. Van egy pár roncs, azért meg kell hagyni, bár újra is kéne töltenem a... Újra is kéne töltenem a táramat. A most páncsomat, elég sok lőszert fogyasztottam. És hát itt tele lesz ellenféllel a pálya, mert nincs elfoglalva semmi. Úgyhogy ez lesz most. Csinálunk Amitának egy küldit. Közben útközben elfoglalok dolgokat. Azért itt még elég békés a környék. Szerencsére, de lehet most kiáltom el. Wow, mennyi felfedezni való gyémántos láda. Ott is van egy ellenfél, remélem Amitánál tudok venni. Egy-két dolgot, kicsit megcsúszott a szekerünk. De megyünk is tovább. Ott egy konvoj, de most engem nem nagyon érdekel. Császtok! Ja, és valami nagyon durva ellenfelek jönnek már. Nagyon sokat kell beléjük lőni, nagyon jól céloznak, és hát meg fogják nehezíteni az életemet. Truth and Justice. Itt vagyunk most. Most találkoznom kell nem ezzel a fával, hanem egy felkelőkkel. Utkarsban? Utkarsja? Na jó, meggondoltam magam. Veszek töltényt ennél a kofánál. Gyerünk. Hú, de drága vagy. Aki serpa. Nem serpázza el a dolgokat. Mehetünk. Jaj. Hú, jönnek utánam. Nem, ezek kecskék voltak. Ezek csak szimpla kecskék. Merre kell menni? Na jó. Fogalmam sincs, úgyhogy erre jövök. Ja, azt hiszem jó fele. Kacsingatok. Terepjáróvá alakulunk. A Suzuki. Gyerünk, Suzuki, nyomjad neki. Hú, eléggé van benne ló erejű. Hoppá. Na. Ez lenne a mi kis bázisunk? Igen, úgy látom ez. Akkor ide beparkolok. Itt jó lesz. 4200 méter. Jó, a visszapillantó tükörre vigyázunk. Tökéletes! Pont így parkolok a való életben is, mint egy női sofőr. Pont úgy. Ide fölmegyek. Nem megyek föl, mert itt az átjáró. Okos vagyok. Jó van már. Ja igen, most arról beszélnek, ahogy megszöktem abból a börtönből, ahol a Pagamin bezárt Yumával együtt, és hát nagyon érdekes volt, nehéz küldetés, sokszor meghaltam, úgyhogy jobb is, hogy nem vettem fel. Kellemetlen lett volna nézni, hogy rögtön meghalok meg. Hagyjuk. Várnak ránk nehezebb küldetések. Szevasz, tavasz. Na, mi van itt? Ó, kis kélakás, bunker, bungalót meg a bunkert össze akartam vonni, így lett a bunkerló. Ó, micsoda számítógép, itt a modern technológia. Szevasz, Amita hol van? Amitáról volt szó.
Nem mondod, hogy letámadtak minket? Ó, itt a Pagaminja. Húha, de izgalmas. And look at you. A lovely couple to match a lovely home. Very salt of the earth. You know, I was told that if I ever wanted to experience the hospitality of Utkarsh, that I had to visit the Ranas. Oh, we questioned everyone too. And everyone said the exact same thing. They are the friendliest. They will talk to anyone. To anyone, I said. To everyone, they said. Well, they were so emphatic that I decided I had to see it for myself. He's cute. You see, I wanted to warn you. Warn us, sir? Yes. Now, I'm not sure if you've heard, but it's come to my attention that there are some very disreputable people around. And I'm concerned that these people, these terrorists, well, they might take advantage of your hospitality. Maybe ruin your wonderful reputation. And we wouldn't want that to happen now, would we? No, sir. Would you allow me to protect you? To ensure your reputation? Please, yes, Kingman. Your wish is my command. I'm so glad we could agree on this. Well, I won't take up any more of your time. This should only take a moment. And they say I've lost touch with my subjects. Ajjaj. Oké. No, they'll kill you. I'm getting pagan. Előbb is megölhetted volna Pagant. Pagant. Paganizonda. Ez egy jó kocsi. Amita, I found Pagan. I'm on his heels. Okay, you could end it right now. I know. Ne kiálts már, tele van őrökkel. Jó. Jó van, megyek. Ó, helikopter time. Oké. Megegyeztünk. Meg kell ölnöm? Hát, ez tuti nem fog menni, de azért megpróbálhatjuk. Nem bírom eltalálni, nézz oda! Azt a mennyi kell beléje! Komolyan megöltem? Megöltem Pagamint? Ez most komoly? 40%-nál megöltem Pagamint? Na, azért döndöltem. Hello, RJ. Did you miss me? Oh, wait, yes, you did. Basszus, hogy a helikopter fölrobbant. Gyerünk, meneküljünk! Meneküljünk! Jaj. Ezért ez elég egyértelmű volt. Tudom, hogy van alternatív befejezése a játéknak, de hát az nem itt van. Ne, Maci most ne, most Macikám nem érek rá. Headshot! Bitch! Ja, jó van. Medvetámadás. Jó, ez jó ötlet. Adjunk nekik medvetámadást. Egy husi. Két husi. Három husi. Tessék. Az egész csordát rád küldöm. Csessze meg.
Na. Hú, az egy ilyen armored cucli. Nem kapja az ívet, hogy rohadjon meg. Ah, kurva. Fuck you. Jó, akkor... Már csak egyet tehetek az ügy érdekében. Előveszem az én kis barátomat, a medve sajtot. Hát pedig fejre célzom. Nézd meg. Alig hal meg. Nem hiszem el, hogy nem találom el. Na, azért eltalálom én. Az csak nagyon szívós a krapek. Nagyon szívós. Úgy van, 300 XP. Na. Akkor, hogy is volt ez, fiúk? Beszéljük meg ezt négy szem közt. A nagy tesó meghalt, így már azért egyenlő az állás, úgy gondolom. Kacsincs csak ide. Aj, ilyenkor nézel ki. Komolyan. Én kérek el. Nézzél ide két szemeddel. Úgy van. Még föntről is lőnek. Hajima! Na. Akkor. Megnézzük ezt a krapekot. Mi volt nála. Ezt is megnézzük. Ki akar nagyon észrevenni? Ne fuss el! Nem menekülsz haragomtól! Jó. Hol vagy? Itt vagy. Kis bokor lakó. Na. Akkor el is érkeztünk az egyik célállomáshoz, méghozzá felfedezzük ezt a rádiótornyot. Közben itt volt egy cetli, ha jól láttam. De nem, tévedek. Hol kell bejutni? Na, ezek trükkösek ám. Nem egyszerű ezeket a tornyokat felfedezni. Sasmadár. Uha. Na nézzük csak. Azt mondja, ott egy ajtó. Nem, ez egy levakarandó póster. Hoppá, újfajta póster. Tök jól nézett ki. Itt kell bejutni. Itt van a létra, amin szépen fölkapaszkodunk. Aha. Kicsit félelmetes, de... Never mind. Hú, kaptam 250 XP-t. Hol kell itt feljönni? Itten. Itt a kötél, akkor csak itt lehet felmászni. Szépen átugrunk. Jaj! Szívroham. Itt. Jaj, de kis cseles. Igen, itt van egy létra. Bum. Itt fölmászunk. És most szépen... Szépen láthatjátok, hogy hogy rak vissza 60 fovra a játék, ha ezt felfedezem. Kriptes jelentek már csak ilyenek, de nem baj. Na, ez a tizedik a 17-ből. Akkor már nincs feltétlenül olyan sok hátra. Hát szevasztok, látlak titeket ám. Ügyesen fappoljatok, mert rákacsint a szerencse. Ott van pár autóroncs. Hát itt is van pár emberke egy Suzuki terepjáróval. Hát akkor innen böngészszük le magunkat. Jó. Jaj, ez a 65 flob. Ez szörnyű. És nem tudok ellen mit kezdeni. Be kell ilyenkor ülnöm egy kocsiba. Ott vannak az ellenfelek. Nézzétek, nézzétek. Ez egy karma event még hozzá. Akkor itt szépen legurulok. Szépen komótosan. Nem vett észre senki, akkor belekúksizok ebbe a ládába. Nincs benne pornó, jó van. Akkor megyünk tovább. Előveszem a dobókést, az az elsődleges. Hallják, hogy trappolok. Az jó. Az nagyon jó. Sziasztok! Csá! Jöttem felszabadítani népemet. Most mentettelek meg, ember. Csezd meg. Jó, oké. Okay. Na nézzünk, van-e benne itt digi-dugi kaja? Nincs. Hú,
de volt. Ja nem, az más. Na, ez a 65 fov, vagy nem is tudom mi ez, ez nagyon idegesítő, úgyhogy szépen szabaduljunk meg ettől a nézettől, úgyhogy csinálunk egy gyors utazást. Szerintem akkor helyre jön a fovunk. Hát nem talált. De most már jó. Most már jónak tűnik. Igen, jó lesz. Oké. Okay. Hát igen, ez ilyen kellemetlen, tudjátok. Úgyhogy ebben a részben most nem is szeretnék új rádiótornyokat felfedezni. Szimplán a tájat akarom kicsit körbevizsgálni. Aha, ez lenne egy új falu. Hát nem valami népes ez a Khairat nevű ország. Állam. Fene se tudja mi. Hoppá. Kis terepjáró. Ó, ne, én oda akarok. Be a kis ifába. Öcsém, nézzétek, milyen királyul néz ki. Menjünk vele. Oh yeah. Irány a garázs, tuningoljuk fel picit. Ilyen be van húzva a kézifék, hogy ilyen lassú. Hoppá. Jaj. Azt lefejeltétek rendesen. Az egy Snow Leopard? Ez egy Snow Leopard? Mert elütöm a fejét. Szia! Íha! Az a király ebbe az ifába. Mondta, hogy Snow Leopard? Nem, ez nem Snow Leopard, ez máshogy néz ki. De azért még Snow Leopard skin, ez az! Kraftoljunk! Itt van. Yeah! Mi kell? Sambar skin. Hát az most nem annyira fogom megkeresni. Az a jó ebbe az ifába, hogy fogod magad, és fölmész a tetejére, és rambóskodsz. Az micsoda, kár, hogy nem gurul magától. Na jó, egy gót. Kim vagy mi? Ez nem kecske, ez Baharal. Baharal, nem tudom micsoda. Nem tudom micsoda, de nem is baj. Azt a rádiótornyot fel kéne pedig fedezni. Nem, tudjátok mit? Egy kempet ki fogunk takarítani ebben a részben még. Ha már Pagamint így átvert, akkor... Pedig tök király lett volna, ha tényleg 40%-nál megöltem volna Pagamint, hogy a döntéseink befolyásolják, hogy 100%-nál érjen véget a játék, vagy esetleg hamarabb. Mert tudom, hogy már az elején véget lehet venni pár perc alatt a játéknak, ha ezt nem spoilerezem le, de valamit csinálsz, akkor nem erre kell jönni. Ha valamit csinálsz, akkor szépen véget tudsz vetni a játéknak nagyon hamar. Nyilván azt én nem szerettem volna, de majd azt is ki kell próbálni. Jó, ide legurulunk, és itt az outpost. Hát nem tudom, kipróbáljuk ezt az ifát. Fölülről kezdjünk már rájuk lőni. Az mi király lenne. Gyerünk, pattanj, Jancsi. Elő a snipert. Egy ellenfél. Két ellenfél. Húha, ezek már rendesen be vannak csomagolva konzerve ezeket. Jól meg kell tunkolni, mint az előbbi delikvenst ott a rádiótoronynál. Szevasz, tavasz. Kapsz egy lövést. Meg mi egymás. Te is fogsz egy lövést kapni tőlem. Ez karácsonyi ajándék, nem kell visszatéríteni. Te is kapsz egy lövést, nem sokára felfedezik a hullát, mondjuk most. Úgyhogy te is kapsz egy headshotot. Na, hol vagyok? Senki se találja ki. Nagyon király ez a sniper. Nem a kocsi tetején vagyok. Felejtsd el. Verd ki a fejedből, majd én kiverem. Ha-ha! A golyóval. Na már csak te vagy ott, konzervdoboz. Téged megküldünk pár fejessel. Biztos, ami biztos. Észrevett. Őjaj. Ezek jakkok? Nem kellenek jakkok nekem. Reinformance. Hát nem tudom honnan jönnek, de én itt biztonságban érzem magam. Nagyon király ez az autó. Kár, hogy nem tudom garázsba elmenteni, mint mondjuk valamelyik Grand Theft autóba.
Hát ha onnan eltalálsz, én nem tudom, mit csinálok. Headshot. Csak 250 XP-t kapok? Múltkoriért nem is headshot volt, és csak 300 XP-t kaptam. De onnan jöttek a csókák. Pff, hát itt nem nagyon van senki. Ott van. Jönnek még. Úgy van, gyertek csak. Gyertek csak. Van még töltényem. Nem sok, de van még headshot. Észrevett. Észrevett. Bejelölünk téged is. Téged is. Tarack! Az nem jó! Jó, még nem találtak el, akkor gyorsan. Ifa time. Gyerünk, kis kocsim. Én itt nem hagylak. Közel volt. Közben másokon is kell segítenem, úgyhogy azt megcsinálom. Itt lövöldöznek, de őt nem is érdekli. De azért most már érdekli. Az egy commander volt még hozzá. Az nem is rossz, hogy lelőttem. Téged felszabadítalak, őt megnézem, hogy mi a helyzet. Pajtás. Hoppá, már észrevesznek, már ne, medve. Hagyj békén, medve. Na, kipróbálom azt, amit mindig is szerettem volna. Nyomok egy ilyet. És nyomok egy középső gombot. És a medvétől nagyon beszartam. Hú, baszki, medve. Nem vagy semmi. Most eltalálom ilyenkor, vagy mi van? Na, megjöttek a pajtik. Gyerünk pajtik, arra nézzétek. Hát ezért hívtalak titeket? Ott van egy konzervdoboz. Baze. Na jó, be kell hatolnom egy hatásos rassal. Bum. Hogy eldobja a fegyverét, ez hihetetlen. Szavaztok. Mizu. Erről nem volt szó. Hogy képzelted ezt? Meghalt csávóm. Csávóim. Kírt a játék. Szia. Hát ezzel csak körülbelül a foga közül a húst vertem ki. Aj, ez az egér irányítás már. Hogy szemek közé. Az igen, azt jól lefejelted, öcsém. Mibe ülsz te, te? Ó, baszki. Jaj, a konzervdobozok körbevettek? Hát, muszáj lesz itt kijönni. Na jó, a konzervdobozokkal valamit kezdünk. Igazából semmi extra, csak idegesít, hogy lassan halnak meg, úgyhogy... Tudod mit? Nagyon tetszik ez az outpost, tetszik a környezet. Úgyhogy én ide beszállok. És szépen végignézem, ahogy meg fogom őket ölni. Gyertek, most gyertek, itt vagyok. Ubade. Gyertek, most gyere! De lassú vagy, öcsém! Basszus, lemegy a nap, mire ide érsz. Hihuhuj! Hát meg lettél tunkolódva. Elég rendesen. Tudod mit? Mozsár time. Kár, hogy nem látok benne semmit. Nézzük csak, látjátok? Semmit. Mondjuk oda lövök egyet. Aha, arra kell lőni. Arra akarok én lőni? Jaj, de nem látok én semmit ebbe. Gyerünk, katapult! Talált, süllyed! Közel lesz. Fejeket behúzni. Közel lesz nagyon. Na jó, akkor távolabbra. Akkor távolabbra küldjük. Gyerünk, nyomast. Szerintem a fov miatt van így megörülve, de én innen kiszállok, innen már nem látok semmit. Azért küldtem rá az áldást elég rendszeresen. Júj, de durva ez a vektor. Hú, de megküldtem.
Juhúj, ez a vektor, ez valami brutális. Na meg is csináltuk a challenge-et. Na itt az outpostot pontosabban. Én nem szeretek így puhatolózni, jaj, hogy ilyen fél. Éj, puf, bele. Így. Látjátok, mint ez a rúgás. Bém bele a semmibe. Új aktivitás a mapon. Hát de izgalmas. Alig vártam ezt a részt, hogy átkerülhessek Észak-Kairátba és kievezhessem mindazt a gyümölcsöt, amely ez a táj terem nekem. Költő leszek, esküszöm. Ó, ott egy ok. Nem mondod. Ez egy easter egg? Ugye a játék elején Pagaminnel csináltunk egy selfit. Na ez pont úgy néz ki. Nem a selfie, de a mobiltelefon. Ez lett volna Pagaminnek a helye. Látjátok? Itt voltam eddig, ezen a zöld területen. Talán így jobban látjátok. Hát, ez túlzás. Itt volt az a híd. Valahol itt. És most ez mind ránk vár, mint a téli gumi is. Át kell szerelnem a téli gumikat. Annyira szar az időjárás, hogy egyszerűen kedvem nincs. Nemhogy gumit cserélni, de még ki is állni a kocsival. De Kairátban szép az idő, úgyhogy megyünk is tovább, nem tudom hova, de már lassan vége a videónak. Azért még megnézem, merre lehet itt közlekedni. Hát még egy kempet nem fogok kiszabadítani, mert ez fölösleges, viszont ezt az Unlow Location-t én fel akarom fedezni, mert már csak pár XP kell, úgyis találkozunk pár ellenféllel, akiket majd kilövök. Közben megy a Star Wars-nak a zenéje, ázsiai popkultúrával vegyítve. Hát, vagy ilyen kádárista, tudjátok, szocialista, induló. Ja, valami olyasmi. Aj, de szomorú. Na, mindegy. Mellékes. Tü. Oda tudsz venni egyedül? Nem, eddig tud csak jönni. Közben ott van egy. Hát, nem lövöm ki innen, úgyhogy nem érdekel. Miért húz a kocsi? Merre kell menni? Hát rossz fele megyek. Akkor kiszállok, nem érdekel. Gyalog közelítem meg azt a kérdőjelet. Na ki van itt? Biztos ellenfél. Mert csak egy outpostot foglaltunk el, tehát csak ellenfél lehet. Kérdőjelhez megyek. Na, fejlődtünk még egyet. Hoppácska, az velem van, a sas már nem annyira, hát ezt nem fogom eltalálni, de legalább bejelöltem. Lagoon of the Tears, a könnyek lagúnája. Hú, ez nagyon megfeküdt ez a varior, egy darab sastól az összes, szívás. Na hol az? Mitől félsz? Nyugodj meg! Ja, hogy csak kapirgálsz. Na, kis guberáló. Van itt még valahol egy gyémántos láda, itten van. Na, még egy kérdőjelet. Azt ottan, aztán már itt se vagyok. Találkozunk holnap. Ne, hagyjatok. Arra. Majd a farkasok megeszik azt az öreg embert. Ott egy bugi? Ott van ám. Az velem van. Nem bántjuk. Civil igazából. Aj, de király ez az autó. Sasmadár. Jók ezek a kis tanyák. Hangulatosak. Cetli? Elolvasva, innen levakarjuk ezt a dolgot. Még háromat kell találnom, és kapok valami rewardot. Na, köszönöm a figyelmet, ezt a kis környéket is felfedeztük. Tök király, hogy az összes térképet megvettem, így legalább ezt is láthatom. De még ezt figyeljétek! Tehát itt van egy csomó kérdőjel, és itt még mennyi van? Nagyon durva az oral. Hopszi-hopszi. Na mi van, gyerekek?
Ezek nagyon megtalálták a lelki békét, úgyhogy innen... Innen szeretnék tőletek búcsúzni, engedjetek már be! Sziasztok!